Péntek délelőtt egykori tűrös diákok tartottak előadásokat. Délután pedig a Jókai Mór Művelődési Központ színház épületében került sor a Millenniumi Gála műsorra. Ez a Gála műsor úgy született meg, hogy az elmúlt év őszén egy pályázatot írtunk ki a tanulóknak. Ez a pályázat osztályközösségeknek szólt, és három kategóriában jelentettük meg. Az egyik a drámapályázat, a másik a tánc mozgás, a harmadik pedig a képzőművészeti pályázat. A lényege az volt, hogy bemutassuk, hogy a mai diákok is pontosan olyanok, mint a régebbi diákok. Az épület emeleti előterében a diákok munkáiból nyílt kiállítás. A 16. országos evangélikus hittanverseny megyei fordulóját rendezték meg szombaton a pápai intézményben, mely rendszeresen otthont ad ennek a versengésnek. Egyházmegyénkben fontos szerepet tölt be a pápai egyházközség és benne az iskola. Ez egyházközségeink számára könnyen elérhető, és helyileg könnyen meg tudjuk oldani a verseny lebonyolítását. A gyerekek többek között Nagy Alásonyból, Dabronyból, Somlószőlősről, Várpalotáról, Pápáról, Nemesgörzsönyből, Nagyacsádról érkeztek. 4 korosztályban 11 csapat indult a hittanversenyen. A szombati versengést a nagyobb gyülekezetekben házi fordulók előzték meg, és a versenyfeladatok a Biblia ismeretre épültek, tudtuk meg az egyházmegyei ifjúsági referenstől. A jótékonysági motoros napon tavaly 112.350 forint gyűlt össze a látogatók adományaiból. Ez az összeg azonban nem lett volna elegendő egy udvari hinta beszerzésére, ezért a motoros betyárok úgy döntöttek, hogy a város által a nyári rendezvényen adományozott Pro Publico kitüntetéssel járó 75.000 forintot is ennemes célra ajánlják fel. Így tudták megvásárolni az Európai Uniós tanúsítvánnyal rendelkező kettős hintát a Tókerti óvodába járó 85 kisgyermek számára. Próbáljuk elfogadtatni az emberekkel azt, hogy attól függetlenül, hogy mi nekünk hosszú hajunk, szőrösek vagyunk, hangos motorokkal közlekedünk, azért emberek vagyunk, és próbálunk a rászorulóknak segíteni. A hinta átadó ünnepségén részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester és Csákvári Judit a Városi Óvodák intézményvezetője. A szalagátvágás után a polgármester köszönetét fejezte ki az adományért, majd azt hangsúlyozta, a napokban ez már a második jótékonysági akció, hiszen szombaton egy futóverseny bevételét ajánlották fel a fogyatékosok nappali intézménye számára. Úgy tűnik, hogy több mint 1 millió forint lett az összes bevétel, amit ők majd el tudnak költeni, és én azt gondolom, hogy a vakonyi betyárok is, hogyha összeadjuk azt a sok éven át gyűjtött adományt, amit eddig jótékony célra fordítottak, az is egészen biztosan az 1 millió forintot már elhagyhatta.